az Unusual Ledger bemutatja Ricky Cassot. Richard Allen Casso 1967. március 27-én született New Yorki Northportban. Apja a helyi futballcsapat edzője, az anyja az iskola történelem tanára volt. Ricky szorgalmas és jó tanuló volt, ahogy az apja fogalmazott, mint a gyerek és egy ifjú sportoló. Aztán jött a pubertás, ami végképp betett a fehér léckerítéses kertvárosi idillnek, mert a fiú elkezdett megismerkedni a drogokkal. Az első füves cigit aztán követték az erősebb szerek, mint az LSD és a PCP. Ezzel szinkronban magatartás gondjai egyre inkább elhatalmasodtak. A polgárpukkasztás és a szüleinek sokkolása a féle hobbivá vált nála. Jellemző volt, hogy lazán bejelentette a szüleinek, hogy leugrik drogot szerezni, de ebédre otthon lesz. A drogfüggőséggel megjelent az életében a bűnözés is. Kisebb bűncselekményeket követett el, hogy meglegyen a pénze az anyagra. Többször összetűzésbe került a rendőrséggel. Szülei próbálták jobb belátásra bírni, de ahogy apjának mondta egyszer, szeretem azt az álomvilágot, amit a drogok adnak. Nem tudsz leállítani. Szeretek drogozni. Súlyosbító körülményként 16 évesen elkezdett ismerkedni az okkultizmussal és a sátánizmussal. Elég népszerű volt az iskolában, éppen a drogozások miatt. Megkapta az Acid királya becenevet is, mivel mindig volt nála pár tabletta vagy bélyeg, és hangulatától függően ki is osztott ezek közül néhányat a barátai között. Az így kialakult, lazán kapcsolódó baráti körét elnevezte a fekete kör lovagjainak. Ezekkel egy-egy betépés alkalmával szeánszokat és fekete miséket tartottak, amiknek a szomszédság házi állománya látta kárát. A hevenyészet szekta vezére természetesen az Acid királya volt, aki gyakran járta a könyvtárakat okkult témájú könyvek után kutatva. Különös húzásai is megszaporodtak. Néha fél napokra eltűnt egy temetőbe, a zsebébe pár zacskónyi angyalporral, amit sírok között bolyongva szippantott fel. Egy éjszaka betört a haverjaival egy házba, ahol az Amityville horror film játszódott le 1974-ben. Mikor a szülei tudomást szereztek a viselt dolgairól, beutaltatták az Amityville-i elmegyógyintézetbe. A fiú büszke sátánistaként vonult be az intézménybe, és amint lehetőség volt rá, hangoztatta a nézeteit. A drogok okozta erózió viszont még nem volt olyan előre haladott az agyában, hogy fel ne fogja, hogy a szabadsága attól függ, hogy megtagadja a nézeteit, vagy legalább képes-e elhitetni az orvosaival, hogy a sátánista lázadó nincs többé, helyette visszatért a nagyszerű srác, akinek a szülei pár éve gondolták. Így miután fogadkozott orvosainak, hogy jó útra tér és visszamegy az iskolába, ha kap rá esélyt. A kórház elbocsájtotta. Pár nappal később, egy sír kiásása közben értetetten. Volt egy fixációja, hogy indián csontokat kell szereznie, így feltúrt egy gyarmati időkben használatos temetőt. Szüleivel nagyon megromlott a kapcsolata. Az apja így nyilatkozott később. A legtöbb családban akármennyire is engedett lázadó a gyerek, mégis szüksége van egy szerető otthonra, életre és hajlékra. Rikinek ezek közül semmire se volt szüksége, csak akkor került elő, ha gondja volt a rendőrséggel, vagy komoly betegsége volt. Emiatt többnyire az utcán vagy a haverjaival bérelt viskókban aludt, így össze is szedett egy tüdőgyulladást. A szülei kórházba vitték, és egy végső elkeseredett próbálkozással megpróbálták ismét felvetetni a pszichiátriára, de nem jártak sikerrel, mert bár Rikit megvizsgálták, a diagnózisa szerint aszociális személyiségzavara van, de nem köz- vagy önveszélyes. Hazaengedték, így tovább folytathatta a családja terrorizálását. Egyszer anyja arra nyitott be, hogy a fia földön fekszik csuklóiból folyó vértócsában. A nő sokos állapotban rohant gyermeke segítségére, aki kinyitotta a szemét és nevetésben tört ki, hogy az anyja bedölt egy üveg ketchup segítségével elkövetett remek poénnak. A sírgyalázás miatti bírósági meghallgatása előtt egy barátjánál aludt. Mikor reggel hazatért, hogy egyen valamit és lezuhanyozzon, az apja útját állta és nem engedte be a házba. Együtt mentek el a bíróságra. A meghallgatás után apja a járdán hagyta, és amikor bekopogott a kocsi ablakán, hogy legalább némi pénzt adjon neki, hogy valahol tudjon reggelizni, a férfi szó nélkül elhajtott. Fél óra múlva visszatért, és a fia kezébe nyomott pár dollárt, és megtiltotta, hogy még egyszer feltűnjön a házuknál, vagy a három húga közelébe menjen. Ricky innentől az utcán élt, és ott aludt, ahol tudott. Parkokban, hidak alatt, autóroncsokban.
A fekete lovagok köre viszont megmaradt, és pár új barátra is lelt, akik partnerei voltak a kábítószerekkel színesített fekete miség tartásában. Összebarátkozott James Troiano-val, aki árva volt, és korán otthagyta az iskolát, majd drogfüggő lett. 18 éves korára már egész hosszú bűnlajstroma volt, főként lopások miatt. A szabályok semmibevételére való hajlama miatt rokon lelke volt Rickynek. A 16 éves szintén drogfüggő Albert Quinones is a fekete lovagok belső körébe tartozott. A 17 éves Gary Lowers is ekkor került a társaságba, ő is egy jó családból származó mintagyerek volt. Mintagyerek volt, aki engedett a drogok csábításának, és elindult a lejtőn. Tervei egyaránt voltak arra, hogy összeszedi magát és visszamegy tanulni, és arra, hogy betör a kokain bizniszbe és a nagy menők közé fog tartozni. Az ambíciók viszont kevésnek bizonyultak, akaraterő híján, így megmaradt az olcsó drogokkal toló kompániában. Megjelenésével viszont Rickynek vetélytársakat, és kettejük dominancia harca a baráti társaság vezérének posztjáért egyre inkább eldurult. Az egyik csúcspont egy átdrogozott éjszakán jött el, amikor Ricky annyira kiütötte magát, hogy egyáltalán nem volt tudatánál. Gary ezt használta ki, és vette el a kabátja zsebében lévő 10 adagnyi PCP-t. Reggel a barátok azért előzékenyen figyelmeztették Rickyt a lopásra. Az eddig sem barátinak mondható viszony itt durvult el végleg. Ricky visszakövetelte a drogokat, de Gary csak a felét tudta visszaadni. Az elhasznált 5 csomagért viszont ígért neki $50. A pénzt többszöri figyelmeztetés és verés hatására sem adta meg. 84. június 19-én Ricky két barátjának legnagyobb meglepetésére Gary Lowers is drogozni hívta a Cowhabery Parkban lévő Astakia erdőbe. Hogy itt mi történt, arról minden tanú másképp vallott. Aztán többször megváltoztatták a vallomásukat. Nem javított az átláthatóságon sem, hogy úgy teletömték magukat kábítószerekkel, hogy az egyikük tanulvállomása azzal ért véget, hogy azután a fák és a méhek üldözni kezdték őket. Ahogy Jimmy ügyvédje fogalmazott, itt van ez a fiatalember, aki teljesen kiégett, és nincs egyéb agysejtje. Ami viszont biztos, négyen kimentek az erdőben, elfogyasztottak pár adag kábítószert. Ahogy kezdett esteledni, tábortüzet raktak, de a nedves fa nem akart meggyulladni. Gary levette az okniát, és azt használták a tűzbe gyújtásához. Mivel ez sem volt elég, Rickyből előtört az alfahím, és fölényeskedve megkérdezte, hogy miért nem áldozza fel a kabátját a tűznek. Gary erre nem volt hajlandó, de letépte a Jackie ujját, és végül azzal gyújtottak be. Amikor a tűz ismét kezdett kialudni, Ricky követelte, hogy vágja le a haját, és azzal gyújtsák be ismét. Lowers érezte, hogy a dolgok nem jó irányba haladnak, így el akart rohanni, de Troiano lefogta, amíg Ricky levágott a zsebkésével a hajából. Az egyik verzió szerint ekkor Gary kereszte Rickyt, hogy bántani akarja-e, amit Ricky azonnal tagadott, majd belemártotta a kését. Egy másik verzió szerint ez a párbeszéd játszódott le köztük a gyilkosság előtt. Az a furcsa érzésem támad, hogy bántani akarsz. Bántani? Dehogy akarlak bántani, én meg akarlak ölni. Ezután Ricky szurkálni kezdte a késével, aztán egyszer leállt és ráparancsolt az áldozatára. Mondd, hogy szereted a sátánt. Gary ehelyett azt mondta, hogy szeretlek, anya. Ricky tovább szurkálta az áldozatát, majd amikor végzett, elmormolt valami sátánnak címzett imát, majd egy varjú károgott fel a fák lombjai között, amit ő annak vett, hogy a pokol elfogadta az áldozatát. Ekkor látni vélte, hogy Gary megmozdul, és többször az arcába szúrt, addig, amíg az áldozata arca felismerhetetlenségig roncsolódott. A boncolási jegyzőkönyv szerint a testet és a fejet 17 és 36 közötti szúrás érte. A fiúk másnap reggel odébb húzták a holttestet, és faágokkal takarták be. A szülők nem jelentették gyermekük eltűnését, mivel a fiúnak szokása volt elszökni otthonról, hogy aztán csak hetek múlva tűnjön fel. Ricky olyan büszke volt a tettjére, hogy barátainak el is hencegett azzal, hogy emberáldozatot mutatott be a sátánnak, akik nem hittek neki, így elkalauzolta őket a helyszínre. A morbid túravezetés addig tartott, amíg Jimmy meg nem unta a dolgot, és vissza nem ment elásni a barátja testét. A hír egyre jobban terjedt, és Lori Walsh a 16 éves lánynak köszönhetően eljutott a rendőrségre is.
Lorinak Jimmy mesélte el a gyilkosságot. A lány először kételkedett, de amikor felhívta Gary szüleit, akik elmondták neki, hogy egy jó ideje nem találkoztak a fiúkkal, úgy döntött, hogy a legjobb lesz, ha jelenti a rendőrségen. A rendőrök kutyás egységekkel vonultak is, és hamarosan megtalálták a bomlásnak indult holttestet. A három srácot letartóztatták. Ricky július 7-én cellájában felakasztotta magát. Albertet szemtanúként hallgatták csak ki, Jimmyt pedig gyilkosságban való bűnrészessé vádolták. 1985 áprilisában viszont felmentették a vádak alól, mivel többször változtatott és visszavont tanúvállomások annyira zűrzavarosak voltak, hogy az alapján képtelenség lett volna elítélni. A sajtó természetesen felkapta az esetet, aminek nagy szerepe volt a 80-as évekbeli nagy sátánista pánik kialakulásában. A média természetesen megvádolt mindent és hibáztatott mindenkit, amivel lehetett növelni az eladott példányszámot. Mivel Cashawról több kép jelent meg AC/DC pólóban, így az egyik célpont a heavy metal lett. Többek közt Ozzy Osbourne is, amikor rákérdeztek a sátánizmussal való kapcsolatára, azt mondta az újságíróknak, mikor megnéztük az ördögűzőt, mindjárt a szobába kuporodtunk össze, na ennyire voltunk benne a fekete mágiában. Viszont az eset akkora visszhangot kapott, hogy jelentős hatással volt a pop kultúrára. Több könyv, dokumentumfilm és számtalan film és dal született a gyilkosságról. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, és követni minket a közösségi médiákon. Nézzetek fel a weblapunkra, ami www.unusualledger.com. És jövő hét csütörtökön újra találkozunk. Sziasztok!